Aki eddig még nem látta a Derzsi Unitárius templom falfestményeit, ideje, hogy ellátogasson oda. És azok is, akik már látták, mert a restaurálás nyomán felújított falképek megtisztítva és felújítva, eredeti, 6 évszázaddal ezelőtti szépségükben láthatóak. A Hargita megye déli részén Székelyudvarhely közelében levő Derzs templom erődjét az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. A templom egyik nevezetessége az a középkori falfestmény, amely a Szent László és a leányrabló Kun legendájának egyik legépebben fennmaradt ábrázolása. E falfestményt nemrég restaurálták. Szenzációs. Átfestettétek az egészet? Egyáltalán nem festettük át. El fogom mondani majd az elveit ennek a zúgó hát amikor kifestésnek. És utoljára láttam, nem olyan rég, ugye 4-5 évvel ezelőtt, még egyáltalán nem így nézett. Egyrészt fette egy elég komoly porréteg, és egy tisztítást vetettük el az egész felületet. És másrészt zavaró volt az a sok kis hiány, ami ilyen pettyessé tette. Tehát azért nem tűnt ez a kép ennyire szép egységesnek akkor, de nincs átfestő. Tehát ezt is vakolatból ütötte? Igen, hát ezt is Huszka találta meg az 1800-as évek végén. Huszka József rajztanár volt az, aki a 19. század végén a vakolat alól elő-elő bukkanó székelyföldi, középkori falfestmények művészi értékeire felhívta a figyelmet. Nagyon sokról akvarell másolatot is készített. Magának és immár az utókornak. Sok egykori falfestményt ma már csak az ő másolatai alapján ismerünk. A Szent László legenda teljes egészében látszik, ugye? Igen. A kivonulás, de ott... A karzatot odaépítették. Hát a karzat az későbbi, azt ráépítették a jelenes. Ugye, ahogy a boltozat is későbbi, és erről volt már szó, hogy a köveket, azokat belevágták a freskóba. Jól látható. Mikor a templomot megemelték, és ezt a késő gótikus boltozatot készítették. A karzat mögött, a falon, találtatok valamit? Igen, tehát a feltárás szakaszában már akkor megtaláltuk azt a jelenetet, az, amit Huszka nem tárt fel annak idején. Tehát Huszka feltárása az innen kezdődött ettől a lovagló Szent Lászlótól, és az az első jelenet, ami a klasszikus ciklusban is az első jelenet, a kivonulás várából, az hiányzott innen. Tehát azt megtaláltuk, és most már látható restaurálva is. Megnézhetjük? Nézzük meg, ezt kezdjük ja, az elején. Mégis csak azzal kezdődünk. Kezdjük az elején. Most ez szépen látszik, hogy ez az első jelenet, amit Huszka se tárt fel, a ciklusnak a kezdőképe a kivonulás várad. És nagyon szép ez az architekturális részlet is itt a nagyváradi székesegyházzal, négy tornyával, a püspök a toronyból, aki áldást a Szent Lászlóra. Szerencsére ez a freskó egy nagyon kvalitásos, tehát technikailag is egy úgy elkészített freskó, hogy kemény a vakolata, jól állnak a színei, szépek, élénkek a színek, az eredeti színek. Tehát viszonylag sok megvolt belőle, úgy százalékban a felületből, de ha jól megnézi egy avatott szem, vagy egy nem avatott szem is rájön, hogy vannak kis kiegészítések. Az a felületnek a hiányai, ahol kis lyukak, a
vakulatból kipattant részecskék, vagy a festék rétegről lepergett részecskék vannak, fennállnak. Ott következik csak egy bizonyos kiegészítése a színeknek. Az, ami szép és élénk és él, az eredeti felület. A restaurálás, illetve a restaurálásnak az utolsó fázisa, ami a színkiegészítés elve, az bizonyos szabályok szerint történik, és annak kimondottan az a feladata, hogy valahogy a képet élvezhetőbbé tegye. Tehát összeálljon a kép. Teszem azt, hogy itt például mutatok egy részt, ahol nagyon sok hiány volt a felületben, és akkor ez egy kicsit halványabban, tompábban, egy más ecsetkezeléssel vissza van ültetve, úgyhogy nem zavar már az a vibrálása a felületnek. Azon túl ez a színkiegészítés, ez egy elvi okokból egy reverzibilis folyamat. Tehát az van, hogy a konzerválás után a restaurátor javasol egyfajta színkiegészítést, de ez a színkiegészítés, ha majd a jövő restaurátorának vagy a jövő elveinek nem lesz megfelelő, nem fog tetszeni, ez nyom nélkül eltávolítható, és egy új kiegészítést tudnak felvinni ezekre a hiányzó felületekre. Értettem. Meg vagyok győződve, hogy nem restauráltatok rá olyasmit, ami nem volt rajta. Azt onnan is látom, például a püspöknek az arca. Igen. Ami hiányzott, az egy színes folt lett, mert amúgy, hogy mondjam, lehetett volna egy akármilyen arcot rajzolni, de ez nem történt meg. Igen, ez nem fair, tehát nem egy korrekt dolog, hogy most mi a festőnek a keze után, még ha talán tökéletesen ki is tudnánk következtetni, hogy rajzolt meg egy portrét, akkor se fessük ezt a portrét vissza. Egyszerűen arról van szó, hogy erre a felületre, ahol egy nagy üreg volt, tömítve van pontosan szintbe, egy olyan hasonló meleg tónust vittünk fel, hogy messziről valahogy ne zavarja, hogy érezze az ember, hogy ott egy portré volt, ha meg is kopott. És ennek a kiegészítésnek is van egy textúrája, kis vékony vonalkákból áll össze az a szín, ami megközelíti a körülötte levő eredeti színeket. Jó, hogy tényleg látszik ez a... Illetve van egy másik technika, ott, ahol vonalka van, az azt jelenti, hogy hiányzott a vakolatból. Itt egy tömítés van. Igen. Ott, ahol csak pontocska van, az az úgynevezett ritokkó, csak érintés módszere, az olyan helyekre került fel, ahol a festékréteg hiányzik. Tehát ez a sötét szín volt megkopva, és az ki van egészítve, úgyhogy ne legyen ez a fehér vibrálása a felületnek, de az egy pontos kiegészítéssel történt meg. És látszik, hogy itt vannak ilyen pontocskák is, és van vonal is. Na most elképzelhetitek, hogy ennek a felületnek az ilyen típusú kezelése milyen türelem és időigényes munka. Végül is hányan dolgoztatok? Hát többen dolgoztunk, a csapat az úgy változott, tehát volt 5 embertől 8-9 emberig el, attól függ mikor. Tehát átlagban egy olyan 7 ember... Szakember. 7 szakember dolgozott, mind olyan fiatalok, akik restaurátor szakot végeztek. Mennyi ideig? Hát olyan 3 hónapig tartott ez a fázis a munkának. Azokat a műveleteket, amik vizes alapanyagokkal történnek, ilyen tömítések, vagy injektálni a felületet, azt már nem is tanácsos hidegbe, bizonyos fok alatt elvégezni, mert nem tud kiszáradni, és még esetleg több kárt tesz a felületen. A másik pedig, hogy az a nagyon pontos munka, az a kis ecsettel való festés, az se lehet nagyon vastag kesztyűvel csinálni. Mint jelenet, akkor ez lenne a kivonulás, a püspök Igen. megáldja, és itt ez már a csata jelenet. Hát ez a kivonulás jelenet, Szent László
alakja itt is látható. Ja igen, itt ez a glóriás. Igen, a koronája, itt egy bárdal a kezében, és ott a következő, az már az üldözés jelenete. Az, ami köztudott és ismert jelenet is volt eddig. Ez az, ami újdonság. Itt most ennél a padokat is neki építették ennek, tehát mielőtt feltártuk, teljesen neki voltak szegezve a padok. Padokból kénytelenek voltunk levágni azért, hogy egy kicsit hozzáférhető legyen, kivéve ezt a vésett gerendát, ami régi. Azt nem, ahhoz nem nyúltunk, azt nem bántottuk, de ezeket az új deszkákat levágtuk a padról. Így az egész Szent László legendából a legjobban tönkremelve itt ez a karzati rész volt, ugye? Hát igen, mert itt valószínűleg többet koptatták, hát hozzáférhető volt ez a felület, illetve ezt nekiépítették a karzatot. Itt a karzat mögött még van egy alak, ami nincs kibontva, ez a kun. Két szemet. A kunnak az alakja lehet, mert ugyanazon a rózsaszín vagy vörös lovon ül, és ugyanaz a típusú arc is. Na, és akkor ez a jelenet, ami eddig is ismert, eddig is látható volt. Az, aki friss szemmel jön be és nézi, az jön rá arra, hogy mennyit változott a restaurálással. Ez itt a boltívek alatt, ez már nem tartozik a Szent László legendához. Nem tartozik a Szent László legendához, de ugyanaz a festő, ugyanaz a kéz, ugyanaz a kor. Ez a 10.000 vértanú jelenetének egy töredéke. Erre is ráépítették a karzatot, tehát látható, hogy befut a freskó rétege a bordák alá. Egy ilyen karóba húzásos jelenet, ugye? Igen, toronyból kidobált vértanúk, akiket karóba ejtettek. Tehát ez egy töredék, és az a jelenet másik része látható még a karzat túloldalán. Itt folytatódik, a jelenet. 10.000 vértanú látható a toronyból. Lökik ki az áldozatot egy alak, és ez a jelenet azonos korban a Szent László freskóval. A restaurálásról kérdeznélek. A középkorban fémoxidokat használtak színezékként. Ti modern festéket, vagy igyekeztetek korabeli? Hát tulajdonképpen, amit látható volt, amit eddig elmagyaráztam, abból kiderül, hogy a palettánk az nem olyan gazdag, tehát nem itt a nem tudom milyen spéci festékekről van szó, hanem inkább a technikáról. Ez a kor, amikor a Szent László is készült, és a korábbi freskók is, nem voltak olyan gazdagok paletta szempontjából, nem volt annyi szín. És el tudom azt is mondani, hogy körülbelül milyen alapszínekkel dolgoztak. Meg fogsz lepődni, hogy milyen gazdag és színes képet tudtak kihozni, milyen variációi vannak ennek a néhány alapszínnek. Földfestékek voltak. Tehát egy oxid, sárga oxid, ami felfedezhető, egy ilyen okker sárga. Egy vörös oxid, ami szintén egy földfesték, csak az angol vörös. Egy fekete, ami koromfekete. Korom is. És az kék hatást ad egy kis méz keverésével. És a méz fehérje. Tehát gyakorlatilag ebből a négy színből áll össze az egész színgazdagság, a színvilága ennek a képnek. És akkor, ha kérdezed, én megmondom, hogy melyiket miből keverik ki, a rózsaszínt, a méz és a vörös oxidból, a melegebb arcszínt, mondjuk azt sárga oxid, vörös oxid, kis méz,
és különböző tónusokat. A szürkét, azt a fekete-fehér mézből, és a zöldet, azt a fekete és a sárga oxidnak a keverékéből. Tehát ez a paletta. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen türelmet igénylő, úgy mondják, pepecs munka, ez a színkiegészítés, és tehát egy gondos és odafigyelést igénylő folyamat, amiben minden, tehát helyenként és lokálisan követed azt, hogy mit próbálsz visszaépíteni. Elég jól megmaradt a birkózási jelenet, ugye? Igen. És ezek nagyjából láthatóak voltak ezek a jelenetek, olyan kis részletekkel, de amivel sokat nyert az összkép, hogy a meszelés az oldalaknak, a meszelés az elfette a részleteit a széleknek. Például igen. Szent Lászlónak a koronája az nem volt látható, ott már mész meszelve volt. Az a felfűzött, dárdára szúrt fej, a kun fej, az is le volt meszelve. Igen, tényleg. Tehát ott épp egy határeset, egy töredék szélén még megjelenik a fej. Tehát ezeket mind mi bontottuk ki. Mi arra ügyeltünk, hogy az összes szélet, amintig az eredeti felület tart, azt keressük meg, és minden körömnyi vagy négyzetméternyi eredetit megtartsunk. Még volt-e máshol olyasmi, amit most fedeztetek fel? Azok a kis részletek, és beszélnék még itt kis részletekről. Igen. Itt az arkaddal jeleneténél. Igen. Hát addig, amíg nem volt ez megtisztítva. Szürke volt az egész, olyan kormos. Szürke volt, és nem csak, hogy szürke volt, hanem nagyon kopott volt ez az alsó része. Igen. Hát az, aki most megnézi, azt mondja, hogy hó, én nem is láttam, hogy ott az kis ördögök vannak. Tehát annyira... Ja, aha. És egy sárkány. És a sárkány, az teljesen értelmezhetetlen volt. Tehát ezek, vagy ennek a Saul megtérése jelenetnek az alsó része. Erről is le volt szedve a mész, de itt teljesen egy rongyos felületet látott az, aki eddig nézte. Most azt próbáltuk ezzel a kiegészítéssel elérni, hogy az ilyen nagy hiányzó részeken, ahol mondjuk nem hiányzott mindenhol a vakolat, meg volt az eredeti vakolat, de a festékréteg már elporlott róla. Ezt is valahogy megpróbáltuk visszaépíteni. Tehát itt látható, hogy ezek a kis szigetek az eredeti részek, és a többi az egy ilyen halványabban érzékeltetett, és a szigetek összekötéséből kihozott felület, ami viszont egy visszanyert felület. Igen. A pusztulásból visszanyert felület, ami az összképhez tartozik, és értelmezhetőbbé teszi a jelenetet. Tehát ilyen részletek gazdagították a restaurálás során ezt a falképet. Hát még egy utolsó kérdésem lenne. Ezzel most kész? Még folytatódik a munka? Nincs teljesen kész, bár mondhatom, hogy ennek a konzerválása az megtörtént, az esztétikai bemutatása is nagyjából megtörtént. Illetve az, ami az esztétikai bemutatáshoz feltétlenül hozzátartozik, az ennek a nagy felületnek a vakolása és egy olyan színnel, olyan textúrával való kezelése, ami nem egy ilyen munkatelepi hangulatot ad, hanem egy szép hátteret biztosít ennek a töredéknek. Még ami a jövő titka, hogy mi lesz, van néhány dolog a külső vakolat, ami nem kép, csak azt bizonyítja, hogy valamikor ott is freskó volt. Annyira a külső falon? A külső falon, tehát a néhány szegélydísz megmaradt,
néhány színfolt rajta van, és a középkori vakolat ott van elég nagy felületen. De a Dezsi templomnak mégiscsak ez adta meg a hírnevét. Igen. Ettől, ettől híres. Igen, és ez az egyik legszebb Szent Lászlónk.